Szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem, példaképem László József. Szia Józsi! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. És a felvezetőmben direkt nem soroltam a neved után a titulusaidat. Már csak azért sem, mert nagyon sok van belőle. Kérlek, hogy a beszélgetést azzal kezdjük, hogy egy picit menjünk végig a titulusaidon. Tehát jelenleg úgy tudom, hogy Pálfán helyi roma önkormányzati elnök vagy. Igen. Emellett a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat képviselője vagy. Igen. És ezeken túlmenően önkéntes, vagy terepmunkás, vagy egyházi vonalon próbálsz segíteni, karitatív dolgokban vagy benne. Tapasztalati szakértő vagy, esetmenedzser vagy. Tehát annyiféle dolgot csinálsz, és ezeknek a jó részét tudomásom szerint önként és térítésmentesen, hogy talán hosszú felvezető lett volna erről mind beszélni. Tehát ennyi mindent csinálsz jelenleg. Én szeretném, hogyha most visszamennénk az időben egy picit, és beszélnél arról, hogy honnan indultál, és hogyan jutottál el odáig, hogy ma egy olyan Tolna megyei roma közszereplő vagy, aki nagyon sokféle dolgot tesz az emberekért. Köszönöm a meghívást, köszönöm a Tolna táj nézőit, köszöntöm a Tolna táj nézőit, és akkor elkezdeném, hogy én Pálfán 1962-ben születtem, ott végeztem a tanulmányaimat, az általános iskolámat, ahol nagyon jó tanárok között neveltettem, és a szülői támogatásom megvolt, de sajnos nagyon rövid ideig. Hatodikas volt, amikor édesapám meghalt, igen. És édesanyám, aki írni-olvasni nem tudott, azért motivált abba, hogy mindenképpen nekem megadta a lehetőséget, hogy én tovább tudjak tanulni, és elvégezzem az általános iskolámat. Majd utána, ugye hárman voltunk mi testvérek, és utána elkezdtem tanulni az 505-ös iskolába, akkoriban az volt a neve. Uh-huh. Villanyszerelőnek tanultam, ahol viszonylag egy jó középmezőnybe végeztem, és kiemelkedő eredményeket értem már el a sportártal, az általános iskolába is, és utána is tanulmányaim után is folytattam. Mi sportoltál? Atlétizáltam több éven keresztül, és ez vitt engem cigány gyerekként nagyobb sikerekre. Voltam ilyen területi bajnokságokat nyertem, akkor Dunamenti ifjúsági találkozót, és ez adott erőt nekem abba, hogy szülői hiány miatt, édesapám ugye meghalt, próbáltam felzárkozni a többi úgymond magyar társadalomhoz, ahol a gyerekek adták az erőt és a lendületet, hogy cigány gyerekként is eredményeket érjek el. Elvégeztem a villanyszerelői szakmámat, dolgoztam a nagydorogi áfésznél, ahol óriási kihívást volt számomra, mert különböző helyekre, különböző szórakozó helyekre jártam javítani, majd utána Pakson az erőműbe dolgoztam, és ott megint csak egy új szakma, egy új világ várt rám, ahol hála Istennek helyet próbáltam állni cigány gyerekként, és 2001-ben váltottam munkahelyet, ugye Kaposváron kezdtem a munkámat, ott karbantartói tevékenységet folytattam ismét egy városi tanácsnál, és utána pedig megpróbáltam olyan emberek tevékenységével folytatni a dolgaimat az egyházon keresztül, mivel egyháztag voltam Kaposváron, ahol éltem, hogy minél több hátrányos helyzetű gyerekeknek próbáljak segíteni a tovább tanulásban. Itt egy picit álljunk meg, mert az egyházi vonal, a hitéleti kérdés, az tudom, hogy nagyon fontos számodra. És még mielőtt ebben tovább mennénk, ugye beszéltél a tanulmányaidról, a munkavilágáról, az érdekelne, hogy mikor jött be az életedbe a tanulmányaid és a munkavilága után, vagy közben, mikor jött be az életedbe az igény az, hogy segíts másokon, ilyen karitatív módon, önkéntesként, és a közélet, illetve a roma érdekképviselet, az mikor talált meg téged, vagy te mikor találtad meg ezt a területet?
Ez már a 2000-es években is már megvolt bennem, mert én kaptam egy felkérést a kisebbségi önkormányzat megalakultak már, és kaptam egy felkérést, de nem vállaltam be, mert úgy érzem, hogy akkor még bizonytalan voltam ehhez a pályához, és külsős munkásként, bedolgozóként nagy szerepet vállaltam, és nem szerettem volna előtérbe lenni, és így próbáltam tényleg a munkám által családokhoz közelebb kerülni. Olyan hátrányos helyzetű családokhoz jutottam ki, mondjuk a szakmámnál fogva, villanyszerelőként, ahol fizetni nem nagyon tudtak, még nem is nagyon kértem tőlük pénzt, és úgy éreztem, hogy nekem van egy kötelezettségem az ilyen szakmai tudásomat átadni azoknak, ahol tudtam segíteni, hogy egy világítás milyen fontos a gyerekek számára, és próbáltam tényleg önkéntes munkával segíteni a családokat. Tehát ezzel kezdődött a te életutad abban a tekintetben, hogy az érdekképviselet előtt, mielőtt hivatásos roma érdekképviselő lettél, már a munkád által is megpróbáltál önkéntesként segíteni a rászorultakon. Így van. Majd utána volt egy váltás, sajnos az időszakom úgy sikeresedett, vagy hát úgy jött, hogy elváltam az első feleségemtől, ahol született két gyerekem, nagyon büszke vagyok rájuk, és elköltöztem Pálfára, ahol a szülőfalunk volt, szintén visszavezetett. Nekem ott megvolt a családi házam, és önkéntesen próbáltam ott tenni dolgokat úgy, hogy nem köteleztem el semmilyen szervezetekhez, semmilyen önkormányzatokhoz, hanem az egyház az, aki próbált tényleg mögém állni, vagy én próbáltam inkább ő elé állni, vagy nem is tudom, hogyan mondjam pontosan, mert ez az egész kapcsolattartás ilyen tényleg az egyházzal nagyon közel állt hozzám gyerekfejjel is, és mindenképpen az az út, én úgy éreztem, hogy az Isten szeretete az, ami engem majd fog segíteni. És be is jött a jóslatom, mert megmutatta a helyes utat, az irányt nekem az, hogy az egyházzal való találkozás még közelebb segített az emberekhez. Több egyházi találkozón voltam, és onnantól kezdve, hogy én hazakerültem, úgy jött az, hogy 2014-ben beválasztottak engem. Vagy 2010-ben volt nekem egy választás, volt a választás, akkor beválasztottak kisebbségi önkormányzatba, és ami sajnos nem volt sikeres, mert ott megszűnt az önkormányzat, de én nekem ez nagyon jó volt, mert tanulságos volt számomra, és 2014-re meg tudtam annyira erősíteni, mai napig is már megyei képviselő is lettem, meg a helyi önkormányzatomat maximálisan tudom segíteni abban, hogy az én jelenlétem talán a falu népére fontos szerepet vállal. Különböző zarándokutokat választottam ki ténykedésem során, voltunk Csatkán, voltunk Mátaverebélyen, most legutóbb Andocson, beszeretném mutatni a hátrányos helyzetű embereknek azokat a dolgaimat, ami tényleg az egyházhoz vezet, és ugye azért a Tónamegyi Rendőrfőkapitányság és a cigányság között közben kapcsolattartó is vagyok, és általában mindig, amikor szoktunk beszélni a rendőrséggel a problémákról, akkor mindig fölmerült a Kuti István kapitányornak a gondolatába, hogy az az ember, aki a hitélethez közel áll, az nem fog elvileg bűncselekmény áldozata, vagy bűncselekmény követője is lenni. És én ehhez az elvhez tartva mondom, hogy valójában tényleg én is így látom ezeket a dolgokat, és ezért próbálok közösen a rendőrséggel olyan munka, a tevékenységbe köszönhető a főkapitányságnak, és személyesen Orsó Zoltán szeretném megköszönni ezúton is a támogatását, mert ővel nagyon sok helyre el tudok jutni, úgyhogy szinte nekem ebben nincs költségem, az rendőrség átvállalja a költségeket, és olyan családokhoz tudok eljutni, ahol kicsi problémák merülnek föl, és én közelebb tudok a cigánysághoz így kerülni, ami én tényleg nagyon szinte barátsági viszonylatban mondhatnám a kapcsolatunkat a rendőrséggel, személy szerint én ezt kimerem jelenteni, mert ők tényleg ember számba vesznek, és ez motivál engem abba, hogy én tegyem ezt önkéntesen, ezeket a munkákat, és ne azzal foglalkozok, hogy milyen anyagi javaim lesznek ebből. Tehát igazából, ami a legfontosabb a te mondani valódban, vagy amit én leszűrök magamnak, hogy az egyházon keresztül, ugye hát katolikus egyházon keresztül, megtaláltad az utat a családokhoz, hogy segíts önkéntesként, terepmunkásként. Aztán a Pálfai Roma Nemzetiségi Önkormányzati szerepkörödet is
arra használod fel leginkább, hogy abból a minimális költségvetésből, ami neked a rendelkezésedre áll, eljuss a családokhoz, és szintén segíts térítésmentesen. Aztán így, ahogy mondod, bekerültél a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzatba, és az ebben kiszélesedő lehetőségeket is arra használod, hogy eljuss a családokhoz, és nem csak Paks térségi vagy pálfai szinten, hanem egész Tolna megyei szinten. És ami kiemelkedő veled kapcsolatban, hogy Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat között te vagy a kapcsolattartó személy a roma önkormányzat részéről, a rendőrség részéről pedig Orsó Zoltán rendőrtiszt, aki nagy segítője a Tolna megyei roma közösségnek. Tehát tulajdonképpen ezt a rendőrségi vonalat is arra használod, hogy a te segítő tevékenységedet minél szélesebb körben tud gyakorolni a családok fele. Kérlek, említs akár név nélkül olyan példákat, olyan eseteket, amelyekben te közre tudtál működni a hivatásos szerepvállalásaid okán. Tudok sok példát felhozni. Ugye hála Istennek az iskolákkal és az oktatási résztől is nagyon jó a kapcsolattartásunk, és amióta én vagyok a rendőrségnél kapcsolattartó, a főkapitányság fölhatalmazott arra, hogy én az iskolákba vigyek le olyan programokat, ami a gyerekeknek a hasznára tud válni. Mind ez ilyen beszédfelhívó figyelmeztetéssel történik ez az egész dolog. Mondjuk a nyárveszélyre hívjuk fel a gyerekek figyelmét, akkor, amikor a nyári szünetbe elmennek, és hála Istennek a helyi rendőr parancsnok úr, Mukli Zoltán, és minden merre megyek éppen járásonként, a kapcsolattartásom a helyi őrsparancsnokokkal nagyon jó szintén, és erre szakmai tudásukkal kielégítve olyan beszámolókat tartanak, ami tényleg említésre méltó, és nagyon tanulságos a gyerekek számára, mert végig tudnak ülni egy órát, hogy végighallgatják, majd kérdezni is mernek. Minden számos helyen, ahova én megjelentem, mindig a gyerekek adják nekem a motivációt, mert a gyerekektől kell elindulni, a fiatal gyerekektől, ahol az én fajta gyerekek, hátrányos helyzettel rendelkező gyerekek talán tudnak példaképné válni úgy, hogy a tanulás viszi őket előre. Majd nem követnek el bűncselekményeket, nem lesznek bűnözők, és nem lesznek olyan szenvedélynek a fogyasztói, ami tényleg a társadalomra is nagyon veszélyes, és ő magukra is, a családokra is. És ebben a rendőrség tényleg maximálisan segíti az én munkámat. Ismét említhetnék én neveket a rendőrség részéről, de ott tényleg már szinte baráti körök alakultak ki, nagyon jó a viszonyom a sajtószóvivővel, a főkapitányával, ővele is, az összes őrs lévő parancsnokokkal, szinte mindenhol, Bognár Szilvesztert említhetném, aki kiváló szakember és nagyon jó fogadta az én személyemet, de nem szeretnék annyira belebonyolódni a nevekbe, nem szeretnék kiadni annyira senkit, de tényleg be tudtam úgy integrálódni a rendőrséghez, hogy engem azért elfogadtak, és támogatnak minden olyan dolgomat, ami mondjuk most többek között egy olyat szervezünk, hogy vannak a pályaválasztások, és oda 23-án viszek Pálfáról iskolás gyerekeket. Pályaválasztási kiállításra? Így van, kiállítás lesz is, és akkor ott szakmai bemutatókat is végeznek, és ott lesz a rendőrség munkatársa, Böhm Rita is, és ő is kibővíti, kiegészíti a mondani valóját azzal, hogy éppen lehet, hogy valaki a rendészeti pályát fogja választani. Nekem ez egy óriási lendületet ad, mert ismerős személyek között tudok mocorogni. Ugye az Ady Endre iskola is szintén gyakorlatban is részt vehetnek a gyerekek, és látják ők maguk személyesen, hogy mondjuk egy köművesz hogyan fogja majd rakni elvileg a falat, vagy hát olyan szakemberek beszélnek róla, akik tényleg példák a gyerekeknek. Yeah. Nekem ez nagyon fontos. Akkor a másik dolog az, amikor a család kiemeléseket szerették volna olyan emberek elkövetni, amiben úgy az én ráhatásommal próbáltunk közös munkába, hogy azért adjunk türelmet, legyen egy kis türelési határ abban, hogy a gyerekeket, én úgy érzem, hogy minél jobb helyen vannak, bármilyen családban legyenek, csak ott az ő saját életük ne kerüljön veszélybe, így azért tanácsadóként, vagy ötletelve, tanácsokat kérve,
mindenképpen számítok az emberek segítségére, és akkor talán az én megbízhatóságom az emberek személyébe nyugtatást ad, hogy azért várjunk türelmesen még, ne emeljük ki a gyerekeket. Azt azért tudni kell veled kapcsolatban, az én információim szerint, hogy jó értelembe véve a hivatalos szerepköreidet túllépve, privát emberként nagyon sok ügyben vagy esetmenedzser. Beszélhetnénk például arról, hogyha egyes családoknak tüzelő problémája van, ruha probléma, élelmiszer probléma, vagy volt olyan is, amikor valakinek életveszélyessé válik a helyzete, vagy ki akarják lakoltatni, vagy a gyereknek az iskolai ebédeltetése nem megfelelő, vagy nem jut hozzá azokhoz az alapvető szolgáltatásokhoz, amiket ki sem tudnak maguknak harcolni az egyszerű szegény emberek. Valahogy érzéked van arra, hogy megtaláld ezeket a családokat, vagy téged megtaláljanak, és önkéntes esetmenedzserként te sokszor kézen fogod ezeket az embereket, és a különböző hivatalokba beviszed, bekíséred, és ami megdöbbentő számomra, hogy sokszor a te roma önkormányzati minimális költséget terhére, és nem egyszer a te saját privát kis vagyonod költségére is akár megteszed azt, hogy segítesz embereken. Azt azért tisztázzuk az emberek előtt, hogy te hivatásos státuszod elvileg, nem tudom, nyugdíjas vagy talán? Vagy, de vagyok százalék. Tehát rokkan nyugdíjas vagy. Tehát hivatalosan neked ez az egyik legfőbb bevételi forrásod. Van egy minimális kis kisebbségi önkormányzati forrásod, és ehhez képest megyei vagy országos szintű szervezeteket is megszégyenítő módon te Paks térségében, Nagydorog mikrotérségében és Pálfa környezetében szinte csodákat teszel az egyszerű emberek között. Honnan van ez a rengeteg erőforrás, ez a rengeteg energia, és miből fakad ez az aktivitás, ez a lendület? Annak ellenére, hogy ezért hozzá kell tenni, hogy ugye, ahogy mondtad is, az egészséged sem 100%-os. Köszönöm a kérdést, ez nagyon jó esik, mert tényleg egyszerűen nekem egy célom, és ezt megint csak a Jóistenhez tudnám visszavezetni, akkor, amikor én hasnyálmirigy gyulladással, hasnyálmirigy műtéten vettem részt, és beszem műtéten, akkor én fogadalmaztam, kértem a Jóisten segítségét, és áll a Istennek, lenézett rám is, megadta nekem ezt a lehetőséget, és volt velem valami számítás. És én úgy éreztem akkor, hogy ez egy hivatalos dolog lenne az, hogy én tényleg a gyerekeken próbáljuk úgy segíteni, mivel engem a Jóisten megsegített, hogy átcserélődtem. És ahhoz valakinek el kellett, hogy menjen az élő sorába, hogy én új szervezetet kapjak. Ez, nagyon sokat küzdöttem én ezzel, de hála Istennek úgy tudtam megbékélni a saját magammal, hogy én az energiámat, az időmet máshova próbálom fektetni, és nem számít az anyagi vonzata, hanem tényleg próbálok segíteni az embereknek. És én úgy érzem, hogy ő bennük van a jövő, a fiatal gyerekekben van a jövő, és én, ha egy kisgyereken tudok már segíteni abba, hogy éppen szemüveget veszünk neki, vagy éppen a tüzelési problémájákat úgy oldjuk meg, hogy az erdészettel beszélve ágakat próbálunk összegyűjteni közösen, amit már megtettem. És mert én belelátok azokba a cigány közegbe, ahol tényleg szegényesen élnek a gyerekek, a családok, és ott tudom, hogy azért ott, oda mindenképpen oda kéne jussunk. Nekem az a feladatom, mint kisebbségi vezető, hogy megmutassam a helyes utat. Olyan embereket keressek meg, akik tényleg szakmailag maximálisan oda teszik magukat, maximálisan kielégítő válaszokat tudnak adni, és azon vannak, hogy ezeket a gyerekeket a jó irányba próbáljuk terelni. Megmutatják azt nekünk, hogy hol is van az a helyes góc, vagy pont, ahol van egy kiskapu, vagy nagykapu, teljesen mindegy, ahol azoknak a szerencsétlen gyerekeknek tudunk segíteni. Ebben óriási köröket futunk, mert mi kisebbségi vezetők is, mert nem mindig vannak azért nyílt kapuk, de ez a lényege, hogy az oktatás révén a továbbtanulással való kapcsolat, beintegrálódás, ez viszi a cigányságot előrébb, és nekem ez egy célkitűzésem. Én ebbe fogadalmaztam, hogy akkor, amikor én fölépülök, és a Jóisten erre adott nekem lehetőséget, akkor én mindenképpen ilyen gyerekeket szeretnék támogatni, meg ilyen gyerekekkel szeretnék közösen úgy dolgozni, hogy,
hogy akár a nyelvünket szeretnénk oktatni, most már hála Istennek elmondhatnám, hogy járok a Gandhi gimnáziumba, még bővebben tudom gyakorítani. Hány éves korodban kezdted el? Hát 56 éves koromban elkezdtem a gimnáziumot, és talán úgy érzem, hogy megy is a dolog. Köszönöm. Megy is, és pont az, hogy a nyelvoktatásban talán nekem is vannak hiányosságaim, de így egy kicsit erőt kapok ahhoz, hogy a kultúránkat vigyem. Mert ez a legbővebb, tényleg a legszebb, ez a maga a nyelv, maga a tánc, a kultúránk, és az mellett a tevékenységeink a fafaragástól, a teknővájástól kezdve belelátok jobban. Köszönet a Gandhi Gimnázium. De most középiskolai tanuló vagy, így 56 van, évesen. Van. És én nagyon élvezem, mert megismétlem, föl is elevenedik azok a dolgok, amik ugye eddig így elmúló félbe volt, és most hála Istennek azért úgy érzem 56 évesen is, hogy azért ismert dolgokról beszélünk. A történelem, nagyon szeretem a történelmet, földrajz, biológia, ami éppen majd lesznek tantárgyak, biztosan ebbe is bele fogok látni, és ez engem egy kicsit motivál, hogy minél több roma származású gyerek kezdje el időbe ezeket az iskolákat, hogy fejezzék be, és legyen belül tényleg legalább olyan ember, aki egy jó szakmunkásként elégséget tudnak tenni ebbe az országba. Józsi, hát én még órákig hallgatnálok téged, de lassan közeledünk a műsor végéhez. Annyit kiegészítésül tennék, hogy veled kapcsolatban nagyon sok olyan információt kaptam, hogy valóban, ahogy te is elmondtad, lehet, hogy éppen pont a felépülésednek köszönhető, és a fogadalmadnak az Isten fele, hogy segíteni fogsz embereken, hogy azt a széles kapcsolatrendszert, amit a hivatalos szerepköreiden keresztül kialakítottál, azt nem a te privát gyarapodásodra használod fel, hanem minden kapcsolatrendszeredet a hátrányos helyzetű emberek megsegítésére fordítod, úgyhogy minden tiszteletem a tiéd. Ahhoz is gratulálok, hogy a középiskolát elkezdted. És arra van még időnk, hogy egy üzenettel lásd el a tévénézőket. Minden vendégemtől ezt szoktam kérni a műsor végén, hogy egy rövid üzenetet, ez lehet egy idézet, egy saját gondolat, vagy egy olyan dolog, ami neked segített, hogy ezt ha továbbadod, akkor talán segít másoknak is. Szóval egy kis üzenetet így a műsor végére hagyj itt nekünk. Hát igen. Én azt szeretném üzenni a tévénézőjének, hogy mindig próbáljunk önzetlenül segíteni azoknak az elesett gyerekeknek, vagy felnőtteknek is bárki legyen. És ne gondoljunk, ne ítélkezzünk hirtelen, hanem próbáljuk átgondolni, hogy behelyettesít saját magunkat az ő helyzetükbe. És úgy próbáljunk ítéletet hozni bárki fölött. Mert nekünk erre nincs hatalmunk, hogy ítélkezzünk addig, amíg nem ismerjük azokat a körülményeket, amiből ők éppen táplálkoznak. Én úgy érzem, hogy ez, ami szintén talán az Isten is így akarná, hogy ez így legyen, és ezzel a mondattal, pár gondolattal búcsúzzak el, mert az, ha valaki hisz a jó Istenbe, akkor az biztos, hogy céltudatosan próbál gondolkozni, és éli az életét. Én ezzel kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget, és a közeljövő ünnepekhez szintén nagy örömöt és családi békét. Józsi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, kérem tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.